mert előre lépsz. 9 fordulón van túl az MB3 keleti csoportjában szereplő Szolnoki MÁV FC, 19 szerzett pontjával pedig a negyedik helyen áll. Kicsit a várakozás, hogy a belül teljesítmény, legalábbis amiket úgy nyáron megfogalmaztunk magunknak, mert nem gondoltuk volna, hogy olyan hamar sikerül összeállni a keretnek. Én úgy számítottam, hogy olyan 7.-8. forduló körül összeállunk, de már ez már azért a 2.-3. forduló körül kirajzolódott, hogy itt azért magasabb célokat is meg lehet fogalmazni, és nem egyszerűen pedig volna egy banda benyomását fogjuk kelteni ebben a bajnokságban. Jókat osztalatok, bár ugye a szezon kezdet előtt szinte egy vagy két héttel állt össze a társaság, sőt még szezon közben érkezett ugye a Német Ádám, de azt mondhatom, hogy jó kis összetartó társaság alakult ki. 9 forduló alatt úgy gondolom, hogy tisztességesen helyt álltunk, sőt szerintem többet is nyújtottunk, mint amire a keret is, meg a vezetők is, meg a szurkolók is számítottak egy ilyen fiatal, összeszokatlan társaság. Pedig a Salgótarján elleni hazai 0-0-val kezdődött a szezon, az ilyesmi pedig akár a Billy füléhez hasonlóan letörté is tehetne egy osztályváltást követően, gyakorlatilag teljes vérátömlesztést kapó csapatot. Nem így lett. A kezdeti picit nehézségek ellenére azt mondhatom, hogy az első mérkőzés, ami nem úgy sikerült, de onnantól kezdve szerintem egy nagyon szépen felfele ívelő játékot mutat a csapat, és azt gondolom, hogy azon az úton vagyunk, amin szeretnénk lenni, úgyhogy nagyon bizakodó vagyok. Hazai pályán eddig 2 pontot vesztett a csapat, a nyitóforduló döntetlenje után a Tiszaújvárost, az azóta listavezetővé lépő Újonc Sényőt és a Füzes Gyarmatot is legyőzte. Múlt vasárnap pedig a Deacot 5-1-jel küldte haza. A 4 gólos siker annak fényében igazán érdekes, hogy előtte egy héttel Egerben kikapott a MÁV. Egy új alakuló csapatnál ez mindig benne van, hogy jönnek nagy győzelmek, jönnek sikeres mérkőzések, és olykor bejön egy-két pofon. Tehát egy alakuló csapatnál, akár a nyírbátori vereség, akár az Egri vereség, azt gondolom, hogy az úgymond kellene, tehát alakítja a csapatot, formálja a társaságot egy-egy ilyen úgymond pofon. Ez a kérdés, hogy ebből hogy tudunk kijönni. Eddigi 19 pontját 22 lőtt góllal szerezte a csapat. Természetesen én csatár vagyok, engem a gólok minősítenek, szóval hiába igazoltam volna én, és futok bármennyit, vagy védekezek, szerintem senkit nem érdekelt volna, mert nekem nyilván egyrészt nem az az erényem, másrészt meg nem azért szerződtettek. Befejező csatárként nyilván tőlem a gólokat várják, hál' Istennek, igen, azt mondhatom, hogy a 9 meccsen a 10 gól az én is aláírtam volna így kezdésnek. Még emellett azt mondom, hogy azért marad bennem egy-két gól, de hát nyilván minden helyzetet nem tudnék belőni, mert akkor valószínűleg nem itt fociznék. Vasárnap a harmadához ér a harmadosztályú bajnokság. A 10. fordulóban pedig megyei rangadót rendeznek, méghozzá nem is akármilyet. A 4. Szolnoki MÁV FC a vele azonos pontszámmal álló, de több lőtt góljának köszönhetően a 3. helyen álló Jászberényt fogadja. 4 évet töltöttem el ott, de ezen kívül sokat adott nekem a klub, de most már a Szolnokért, meg amúgy is szolnoki vagyok, a Szolnok színeiért küzdöm. A Jászberény pazarul indított idegenben, hiszen Cigándon, Gyöngyösön és Füzes Gyarmaton is nyert. Viszont legutóbbi 2 vizitációja alkalmával kikapott. Egerben 3-2-re, a Deacnál pedig 5-1-re. Nem mondom azt, hogy aki most nyer, az meg fogja nyerni a bajnokságot. Nyilván egy valamilyen szinten előnybe kerül, de nem szabad úgy tekintenünk erre a mérkőzésre, mint sorsdöntő és sorsfordító. Mert egy bajnokság tényleg hosszú, tehát majd május-júniusban fog ez eldőlni, ki hol végez. De nyilván egy megyei rangadó, készüljenek csak ők is nyugodtan, mi is ugyanúgy fogunk készülni, és játszunk egy jó mérkőzést, amely nyilván nekünk egyértelműen egy győzelem a cél. A 10 gólos szolnoki Simon Attilát az eddig 7 gólt szerző Jászberényi Farkas János követi a mesterlövészek különversenyében. Így alig ha képzelhető el, hogy akár a szolnoki, akár a Jászberényi kapus is a foglalkoztatás teljes hiányára panaszkodhatna vasárnap délután. Szeretnénk győzni, de úgy gondolom, hogy bármennyire is rangadó, szezon elején, közepén vagyunk, 20 mérkőzés lesz még hátra, tehát tragédia nem történik, hogyha kikapunk, de mindenképpen győzelem céljával lépünk pályára. Balába! Oda le!
Előzetesen nézőbarát mérkőzés várható, hiszen Jászberényből külön bossz indul a meccsre, biztosra vehető, hogy jó néhány berényi drukker egyénileg is érkezni fog. De nem csak a remélt jó hangulat miatt lenne dőreség kihagyni a derbit, hanem azért sem, mert a Jászberény 25, a Szolnok 22 gólt lőtt eddig, azaz meccsenként több mint 2-2. Remélem, hogy tényleg igazi rangadó hangulata lesz, és sokan kilátogatnak a Szolnok szurkolók, tényleg, bár ezzel szerintem eddig se volt úgy probléma, hogy akik kijöttek, azok nagyon, nagyon pozitívan a csapat mellett állva biztatták az együttest. Bízom benne, hogy tényleg sokan kilátogatnak, és abban is nagyon bizakodó vagyok, hogy ugyanezt a játék stílust, amit játszunk, ezt továbbra is rá fogjuk tudni erőltetni az ellenfélre, és mi fogjuk irányítani a mérkőzést úgy, ahogy mi szeretnénk. Aki mégis megkockáztatja, hogy nélküle kezdődik el a Szolnoki MÁV FC, Jászberény FC megyei rangadó a Tiszaligeti stadionban, az élőben követheti a találkozót vasárnap délután 14:30-tól az olajtv.hu oldalon. Gyere, énekeld velünk!